Tavaly ősszel még arról adtunk hírt, hogy az esőhiány miatt nem volt ideális az időjárás a vetéshez, a téli csapadékhiány pedig tovább tetőzte a problémákat. Március végén már több helyen arról számoltak be, hogy 100-150 mm-nyi csapadék hiányzott a földekről, ami csak májusban pótlódott. Az előzetes beslések szerint azonban az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 1,7 millió hektárról összesen 8 millió tonna termés betakarítása várható. Az őszi árpával kezdődött itt a megyénkben is, aminek az aratása lassan a befejezéshez közeledik. A tavalyi időjárásnak köszönhetően egy elég ritka, vagy ritkábban keltek a kalászos fejlék, és ez nem csak az árpára vonatkozik, hanem szinte mindenre. Tavasszal is egy nagy szárazság következett, és utána jött egy kis csapadékos idő, ami valamelyest igazította, sőt azt reméltük sok gazdálkodó, hogy talán egy közepes termést elérhetünk. Erre most a kombányok rácápolnak, ugyanis hiába lettek nagyobb kalászok és tertebbek a szemek, mégiscsak hiányzik az a tőszám az állományból, ami nem kert ki. Az eddig betakarított mennyiségek arra utalnak, hogy ennek következtében a megyében a közepestől gyengébb termés várható, tette hozzá Rácz Imre. Emellett a búzában a sarhajtások felbukkanása is rontja a minőséget. A búzának a megyében körülbelül 40%-ot léptük át a betakarítással, a repce egy 65% körül van. A repce is egy kicsit csalódás, ugyanis úgy gondoltuk, hogy azokat a területeket, amelyik gyengének mutatkozott a tavasszal, azt kitárcsázták, és kukorica vagy napraforgó került a helyére, mégiscsak sok maradt meg. Egyenlőre a betakarított mennyiség egy 2,5 tonna alatti megyei átlagot mutat, ami tavaly egy kevéssel a 3 tonna fölött volt. Országszerte több mint 60 ezer gazdálkodó kezdte meg az aratást az elmúlt hetekben. A szántóföldi növénytermesztés az egész magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. A szaktárca adatai szerint az idei év első 4 hónapjában 478 millió euróra nőtt a gabona exportból származó külkereskedelmi többlete az országnak.